Nagyon nagy örömmel mondhatom el azt, hogy 2016. szeptember 1-én Tamásiban létrejött, megalakult a katolikus óvoda, a gimnázium tagovodájaként, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, mert ez nekünk nagyon-nagyon fontos és nagyon nagy megtiszteltetés. 43 gyermekkel indultunk el, a csillagcsoporttal, ami egy vegyes csoport, és az angyalka csoporttal, ami tiszta kis csoport, és azt szeretném elmondani, hogy itt vannak 2,5 éves kisgyerekek is, és türelmesen várnak, és türelmesen ülnek. A beszédek után egy rövid kis műsorral készültünk, és szeretnénk ezt előadni, és mindenki gondoljon arra, hogy 2 hete járunk óvodába, tehát azért ez még nagyon az éveleje. És csak annyival szeretném rabolni az időt, hogy köszönetet szeretnék mondani, és ezt is azért muszáj néznem, mert nem szeretnék senkit kihagyni. És elnézést kérek előre, hogyha esetleg valaki kimaradna. Szeretném nagyon megköszönni a szülőknek először is a támogatásukat. Mami, szerintem menjél nyugodtan, és akkor nem fog Ádámba méltatlankodni. A szülőknek, minden szülői értekezleten megköszöntem, hogy legdrágább kincsüket ránk bízták, a gyermeküket, ami nekünk nagyon nagy megtiszteltetés, és szeretnénk ennek a feladatnak megfelelni. És támogatnak bennünket azóta, amióta megalakult az óvoda. Kolléganőimnek, akik önként jelentkeztek, a gondozónőknek, akik ide küldték a gyerekeket, és jó szívvel ajánlottak bennünket, polgármester úrnak a lehetőséget, hogy támogatott mindenben, és azóta is támogat, és a bizalmat. A polgármester úrnak a kis csipkelődős megjegyzéseit, hogy bizonyította ezzel, hogy sajnálja, igen, hogy eljöttem abban az oldalba, és köszönöm szépen mindegyikőtöknek, és nagyon örülök, hogy itt vagytok mind a ketten. Az igazgatónak a sok-sok segítségét, mert azért itt az évelején elindulni ez nagyon-nagyon nehéz. Plébánosunknak a látogatásait, és tényleg a programjainkból részt vesz. És azt is, hogy tegnap elmondta, és nagyon kedvesen a templomban is én, hogy ma itt leszünk. Gyerekek, nektek szeretném megköszönni, hogy itt vagytok, és tényleg nagyon fogok sietni a támogatóinknak, és tartásznak a sok-sok segítséget. És legfőképpen engedjék meg, hogy megköszönjem Püspök atyának, hogy megengedte és létrehozta nekünk ezt az óvodai csoportot, és kitartott a szervezésben és az irányításban, segített és megbízott bennünk, bennem ismeretlenül is, és nagyon szépen köszönjük. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mi ezt megalapíthattuk és létrehozhattuk. És azt szeretném még elmondani, hogy mindenképpen nagyon szeretnénk azt, hogy szeptembertől iskolába is járhassanak a gyerekek, katolikus iskolába, és mindent meg fogunk azért tenni, hogy megfeleljünk ennek a feladatnak. És amit tegnap a misén láttam, hogy a plébános úr megáldotta az iskolatáskákat, reméljük, hogy jövőre 2-3-szor ennyi kisgyereknek az iskolatáskáját fogja megáldani. Köszönöm szépen a türelmet, és akkor felkérem dr. Udvardi György püspök atyát, hogy néhány szót mondjon nekünk. Köszönöm.